Üdvözlet mindenkinek! Ma megint vonatos sétára indulok. Most nem jön semmi különlegesebb jármű itt a 70-esen, vagy legalábbis nem tudok róla, úgyhogy majd fotózom, ami éppen erre jár. Viszont ugye a korábbi videóban említettem ezt a pár ilyen technikai dolgot, például záridő, meg rekesz, meg izó. Most ezek közül a záridőre szeretnék egy kicsit jobban kitérni, és elmondani, hogy miért is olyan fontos ez, főleg, hogyha vonatokat szeretnénk fotózni, pláne ha olyan vonatokat, amik mennek is, tehát nem csak állnak valahol. Szóval a záridő, az most, ha nagyon egyszerűsítünk, ugye az az idő, amíg a fényképezőgépnek a zárja fényt enged a fényképezőgép szenzorára, vagy filmes gépeknél ugye magára a filmre. Minél hosszabb ideig van ez nyitva a zár a fényképezőn, annál több fényt enged be, és minél rövidebb ideig van nyitva, annál kevesebbet. A vonatok fényképezése azért is kihívás, mert legtöbb esetben, hogyha nem állomáson álló vonatokat fényképezünk, akkor ugye menet közben egy mozgó járművet, egy mozgó témát kell lefotóznunk, ez nagyon hasonlatos a sportfotózáshoz, ott is ugye mozgó embereket, mozgó sportolókat fényképezünk. Leginkább talán az autóverseny az, ami hasonlatos lehet a vasúthoz. Ott ugye néha picit gyorsabban mennek, mint itt, főleg itt nálunk a MÁV vonatai, de azért itt is előfordul 100-120-szal közlekedő vonat. Nekem egyébként az egyik legfontosabb dolog, amit így a legelején is meg kellett tanulnom, az, hogy fölmérni, hogy nagyjából milyen sebességgel jön majd a téma, a vonatunk. Ez nagyon fontos, mert meg kell találni azt a legrövidebb záridőt, amivel még élesen le tudjuk fotózni, de még kellő mennyiségű fényt engedünk be a fényképező érzékelőjére, szóval ehhez tudni kell pár fizikai alapdolgot, és nézzük is meg, itt jön egy flört, egy dupla flört, most éppen szerelvénymenetbe Budapest felé. Most nem vettem elő még a fényképezőmet, úgyhogy csak a telefonnal kattintottam kettőt így videó készítés közben. De hát ez a vonat, láttuk, eléggé lassan jött, itt igazándiból dupla sárgára járt be, ahogy láttam. Szóval ilyen 20 és 40 között valamennyivel ment. De ugye vannak olyan vonatok, itt a 70-esen 100-120-szal közlekednek, jellemzően ugye az ablakos személyszállító vonatok, a tehervonatok meg valahogy úgy 60 és 90 között szoktak a legtöbb esetben menni. Úgyhogy ezeket az értékeket érdemes fejben tartani, és mindjárt elmondom, hogy miért. Egy 120 km per órával haladó vonat az másodpercenként 33 métert tesz meg. Fotózás szempontjából ez azért fontos, mert ki tudjuk számolni azt, hogy az általunk kiválasztott záridőnél az adott idő alatt mennyi utat fog megtenni a vonatunk. Hogyha 1/100 másodperces záridővel fotózunk, ami mondjuk egy ilyen 50 mm-es lencsénél ugyan minimálisan ajánlott, a gyújtó távolságnak a kétszerese, akkor azt fogjuk kapni, hogy ennyi idő alatt a vonatunk az 33 centit fog megtenni, ami sok. Ez látszani fog, akármennyire is vagyunk távol a vonattól, hiszen ugye a távolság, tehát milyen távol vagyunk a vonattól, és ugye mennyire oldalról, szemből fotózzuk, az is számít bele. De a 33 cm az sok. És mindjárt meglátjuk, hogy jön-e valamilyen vonat. Szerintem nem sokára fog érkezni egy vagy szerelvénymenet, vagy egy zónázó. És lefotózom 1/100 záridővel, és megnézzük, hogy milyen lesz az eredmény. Fényképezőt 1/100 másodpercre állítottam, és akkor hozzá le kellett már rekeszelni F5,6-ra, hogy
hát nagyjából 100-as izóval, de lehet, hogy még egy picit följebb kell menni, 6-3-7-1. Igen, most már 200-as izó, nagyjából így lesz jól exponálva a kép, szóval 1 százados záridő. Először a zónázó jön. Hát láthattuk, hogy azért rendesen bemozdult 1 százados záridőnél. Ugye 33 cm tett meg ez alatt az idő alatt a vonat, amíg a fényképezőgépnek a zárja nyitva volt. Ez túl sok. Idővel az ember kikísérletezi azt, hogy nagyjából mekkora az a minimális záridő egy adott sebességnél, aminél már jó kép készíthető. Én úgy találtam, hogy minimum 120 km/h haladó vonatnál minimum egy 1000 másodperces záridőt érdemes használni. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy 3,3 cm-t fog elmozdulni a vonat, tekintve onnan, hogy ugye viszonylag távol állunk tőle, tehát egy 60-80 méterre lesz tőlünk, amikor ugye fényképezünk, ez már gyakorlatilag egy nem látható bemozdulást fog eredményezni, nem fogjuk észrevenni azt, hogy itt a tárgy, a vonatunk, a fényképezésünk alanya bemozdult. Most jön az S70-es, őt már 1000-es záridővel fogom lekapni. Az 1000-del lefényképezett S70-es nagyon szép éles lett, ő nem mozdult be. Az 1 századdal lefényképezett zónázó viszont bizony bemosódott, ugye a vonat elejénél, ami közelebb volt hozzánk, jobban látszik, a távolabbi részeknél kevésbé, de mindenképpen bemozdult a jármű. Úgyhogy ezért fontos az, hogy az ember képbe legyen ezekkel a számokkal, és nagyjából tudja, hogy milyen záridőt érdemes használni. Nyilván, hogyha nem megy ilyen gyorsan a vonat, tehát ezt vissza lehet számolni, hogy 120 helyett, hogyha mondjuk csak 60-nal menő vonatot akarunk lefényképezni, akkor elég lehet egy 1/5 százados záridő is, 40-nel menő vonatnál elég egy 4 százados, és így szépen vissza tudunk menni, ugye álló vonatot pedig egészen hosszú záridőkkel is le tudunk fényképezni, ott már igazándiból a kezünk bemozdulása lesz a visszatartó tényező, de jön valami, nézzük meg mi az, nem is tudom, föntről jön, ahogy látom, le is lassít. Hát ilyen lassan menő vonatot egyébként kár lett volna ilyen záridővel lefotózni, de most megmutatom például azt, hogy visszafele menetre, hogyha ilyen lassan megy a vonat, ahogy látjuk, akkor ilyen sebességnél, hát körülbelül egy 20-szal mehet, ilyen sebességnél akár 1 százados záridőnél is jó lesz a kép, nem fog elmosódni a vonatunk. Amit egyébként észben kell tartani, az az, hogy azért csinyán kell bánni ezekkel a számokkal, mert ha nagyon lerövidítjük az záridőt, ha nagyon rövid záridőt használunk, akkor óhatatlanul ugye kevesebb fényt engedünk be. Egy ideig ugye tudjuk kompenzálni azzal, hogy nyitjuk a blendét, ugye nagyobb rekeszt nyitunk a fényképezőnkön. Viszont, hogyha elértük a legnagyobb rekeszt, akkor utána már a fényérzékenységet kell növelni, ugye az izót kell följebb venni, ami zajosodással fog járni, amit az ember ugye szeretne elkerülni. Nyilván vannak olyan helyzetek, olyan fényviszonyok, amikor annyira borult az idő, vagy már annyira lent van a nap, hogy óhatatlanul kénytelenek leszünk ugye följebb emelni az alap 100-as, 200-as izóról ezt az értéket, hogy értelmezhető képet kapjunk. Én mindig azt mondom egyébként, hogy jobb egy éles, de picit zajos kép, egy elmosódott, de zaj nélküli. Általában egyébként ez szokott működni, ha az ember szemének jobban néz ki egy olyan kép, amin éles a tárgy, éles a vonat. Ugye még tavasszal fotóztam itt egy ilyen 3-as ÖBB Taurusos gépmenetet, például 1600-as izón fényképeztem, 1000-es záridővel, zajos lett, de éles lett, és értékelhető képet kaptunk, pedig akkor már rég lement a nap. Most még egy dolgot szeretnék itt megmutatni nektek, az pedig az abszolút rossz irányból való fényképezés. Átjöttem a túloldalra, ez nagyjából úgy néz ki, hogy innen mögülünk sütít fönt a nap.
Most itt benn vagyok egy ilyen kis bokornak az árnyékába, és ugye itt mögöttem látható, hogy itt van ugye az ívünk, ahol jönni fog majd a Metropolitan Eurocity, ráadásul egy Vectronnal, és őt fogom lefényképezni. Egy ilyen helyzetben, ami szerintem a legtöbb vasút fotósnak a haja égnek áll, hogyha ennyire ellenfényes helyről kell fényképeznie. Megmutatom, hogy én egy ilyen elrontott helyzetből mit tudok kihozni, mit lehet kihozni. Ha mindenképpen ellenfényből kéne fotóznunk, akkor célszerű árnyékot keresni, ahogy én is tettem. Itt van ugye ez a fa, amit mondtam, annak az árnyékában vagyok most. És innen úgy elkapni a vonatot, hogy lehetőleg teljesen az árnyékos oldalát kapjuk el. Mindjárt jönni is fog először egy zónázó, azon kipróbálom, hogy jó-e a beállítás, amit gondoltam, és akkor utána majd jönni fog a Metropolitan. Éppen elment a zónázó itt mögöttem, arra elhaladt, csináltam pár képet gyorsan. Hát 1600, 1,8-as rekesszel, és 0,7-es túlexponálással. Ez szerintem nagyjából jó beállítás lesz, de ahogy láttam a képen, ebből pici utómunkával egész tűrhető valamit tudunk majd kihozni. Egyébként a túloldalról már csak azért sem szerencsés most, mert ahogy láttam, néhány árnyék elég csúnyán belógna, és elég rondán néz neki most, ugye olyan annyira lent van a nap, hogy elég rondán néz neki, hogyha onnan próbálnám meg arról a napos oldalról lekapni a vonatot. Eléggé szerencsétlen tud lenni az ilyen helyzet, hogy hiába arra van a napos oldal, hiába ott süt a nap, és mondjuk félig telibe kapná a vonatunk oldalát. Nem nagyon lehet használni, mert össze-vissza oszlopok belógnak, fának az árnyéka belóg, és akkor olyan foltos, nem szép lenne tőle a járművünk. A szabadra váltott ott a bejárati jelzőnek az ismétlő jelzője, úgyhogy nem sokára jön is a Metropolitan Eurocity. Távolban már hallom is a vonat zaját, mindjárt érkezik oda az ívbe, és akkor jöjjön. El is ment a vonatunk, nézzük is meg a képeket. Egyébként szerintem egész tűrhető lett. Csodák nincsenek, utómunkázni kell majd őket egy picit, de ahhoz képest, hogy mennyire egy szerencsétlen helyről fotóztam, azért még értékelhető minőségű képek lettek itt a VUZ feliratos Vectronról. Ennyi volt nagyjából, igazándiból a legérdekesebb talán ez az utolsó VUZ-os Vectron volt. Megnézem majd a képeket, meg összerakom a videót. Borzasztóan szeles idő volt, úgyhogy biztos hallatszani fog némi szélzaj, meg kutyaugatás, mert nem tudom, hogy miért, de nagyon ugattak itt most a környéken a kutyák, de azért szerintem értékelhető, meg hallható lesz a lényeg. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot, jó modellezést és jó vonatfotózgatás, meg filmezgetés mindenkinek. Remélem tudtam valami hasznosat mondani nektek. Sziasztok!